Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa Tibi, Kassa Tibi. Na, mi újság? Annyira tetszett ez a munkakerülős téma, amit nyomattatok egyébként, hogy esküszöm, hogy emiatt nem is fog kitérni a hajadra. Olyan szépen megkértelek, tehát, hogy amikor meg volt növesztve, meg agyonra dicsértelek, hogy figyelj, a Krűzus, a Bon Jovi, a rockstar, a tévésztár, a minden. Pont azért, mert furán dicsértél, és mondom, ez nem, itt valami ez nem. Ez már egy konkurencia harc. Ha nagyon dicsér ott, akkor máson átérve. Fél. Srácok, szavazzunk meg. Nem a hosszabb haj? Anna, te is ott az üveg mögött ki. Mi hadd ne szavazzunk meg egy férfi hajáról, kérlek. Az a baj, érzék. A maláriás szúnyog beleragad. A hosszú hajba, igen. A hosszú hajra megy a malária. Van vágatva? Hát, a múlt héten hogy te milyen jó megfigyelő vagy. Jól áll a rövid haj is. Te rohadt nyallert. Én nem szeretem egyiket se egyébként. Én a hosszút se szeretem. Én azt szeretem, amikor ha lehet ilyet mondani. Persze, amikor hogy nem szereted. Hat év után csoda, hogy köszönünk egymásnak. A 8 év után, észreveszed, hogy levágott a hajat, csoda, hogy még köszönünk egymásnak. Nem, mindig leveszem a kabátom, megnézem, hogy nincs a legkövő. Nincs beleborítva a kávé. 6-8 év közös reggelezés után tényleg csoda, hogy még tudunk egymásra, hogy hárman mosolyog. Igen, hogy észrevenni, hogy valaki levágatta a haját. Hát. Tehát, hogy olyan jó volt, az ilyen igaz, ilyen rockstáros volt. Most olyan vagy, mint amikor a Bukowski bevonult a hairbe, tehát az is, hogy letolták neki a hair. Hát, készülök már. Ennyire? A bevetésre? Ez már Afrika. Érted, ott megszúrnak valami ollóval, majd beülsz ott egy hajvágásra, megcsánk egy borotválást ott neked kint, majd messzi vidéken, Afrikában. Igen. Nem, itt hol levágatjuk, érted? Igen, mi vagy, hogy félrekezelnek és kiherélnek téged hajvágás közben, kasztrálnak. Nem szabad. Nem bízom ott valami ott. Nem? Valami benszülöttet, hát majd megjön el téged ott levágni. Az ottani Borbélyhoz. Nem szívesen mennék el oda. Inkább itthon intézem ezeket. Mi újság van, jó vagy? Fél, megmondom őszintén nagyon. A munkakerülő sztorira röviden ráfűznék most már, hogy a hajadról beszéltünk, de nem tudok napirendet érni fölötte, hogy egy embertelen. Tehát nagyon jó sztorik vannak nálunk is. Elromlott a mosógép, és a bátyám talált az interneten egy mosógép doktor nevű formát. Az a nevű, mosógép doktor. És fölhívta a bátyám, az ember fölvette, hogy igen. Bátyám zavarba jött. Hadd kérdezze már meg a doktor urat. Hadd kérdezze meg a doktor urat. Mert zavarba jött. Igen, nézze. Hadd kérdezze már meg a doktor urat. A bátyád is fura, fölhív egy számot, és meglepődik, ha fölveszik. Tehát, hogy azért, nem azon lepődik, ja? Hanem azra, hogy beleszólt, amint te is meglepődted. Igen. Jó, a nagyon nagy kedvenc, ami egy másik aspektus a dolognak, amikor a tévészerelőtvel beszélgettem, elromlott ugye a tévé. És az ember minden áron meg akar győzni, hogy ma pedig azt ki kell dobni, azt olcsóbb újat venni. Tehát én mondtam, hogy mondjuk nem tudom, 400 újat venni, 300 megjavítani. Akkor ma azt kizárólag, most már ki kell dobni, most már. Tehát, hogy, de mondtam, hogy legalább meg nem próbáljuk meg. Tehát, hogy tőlem beosztott, az biztos, hogy én ma rá nem nézek azon. Tehát, tudom. Én ma az biztos, hogy... Én ezt minden héten eljátszom. De holnap telefonáljak? Hát holnap telefonál, de én mondjuk nem leszek benne. Én holnap fő se veszem. De én mondjuk benne nem leszek, mert ünnepnap van. Tehát, a Jolly Joker, amit beszoktad, hogy ez képcsöves. Mi van a képcsövessel, vagy kicseréled, vagy veszel egy új? Az képcsöves. De kép van, ha képcsöves, azt higgyel. Én tudom, képcsöves, 20 éve csinál. Személyes sértésnek veszi a felhívod, erről beszéltünk ugye hét után. De meg is kérdeztem, hogy nem bántottam meg azzal, hogy szervizeltetni szeretnék a szervizben. Nem, azt már jobban arra újat vesz, mert az kizárólag, mert én már nem vagyok benne mama. Tehát, hogy és ülök, öcsém, tehát én megölöm magam. De én egyébként annak elében megyek, amit te csinálsz. Nem lehet, hogy rögzítő volt, és ez volt rá fölvéve? Ja, igen, hívjon újra. Annak én elében megyek, amit a Balázs csinált, mert te mondtad, hogy nem mondod be a nevedet. Én bármilyen ügyet intézek, Kassa Tibor vagyok. Látod? Várj, te esetedben miért nem lepődöm meg? Várj, Balázs. Azon a indít, igen. Segítek, de Kassa Tibor vagyok a tévéből. Mondom, hadd pontosítsak, tehát Kassa Tibor vagyok, Klassz FM Morning Show, TV2 hullócsillag költözzel. Tehát, hogy én, figyelj, én úgy körbe rajzolom magamat krétával, hogy ott nem láttál. Tehát, atya, figyelj, a hullócsillag dúdolom. Ha az ében, nem láttál, figyelj, amit akarsz. Jó napot kívánok, Kassa Tibor vagyok, elég baj ez nekem, kérem segítsen. Van elég problémám, jöjjenek ki, könyörgöm. Hát annak idején, amikor a Krisztál még új volt ilyen napi programunk egyébként, hogy mit csináljunk, két fellépés közt van 2 óra, menjünk be a plázába és ismertessük fel magunkat.
Ez létező dolgot. De nem is ezt akartam elmondani, csak egy rövid sztori. Defektet kaptunk a hétvégén, ami technikailag annyiból állt, hogy bajba kerültünk, mert a bátyámnak kereket kellett cserélni, meg fotóztam és röhögtem nagyon. Igazi korrekt csávó. Fia, abszolút, tehát hogy elmentem, fölállítottam valahol 200 méter larrébb azt a háromszöget, 5 percenként elfújta a szél, tehát mindig mentem vissza-visszaállítani, nagyon röhögtem, a gavezet küzdött a kerékkel. Nagy nehezen fölraktunk egy pótkereket, ami szintén lapos volt. Elindultunk a legközelebbi benzinkút felé, hogy akkor belefújjunk. Én már közben csörögtem a kútra, hogy, mert meg volt a számot, láttam, kiadta a navigáció, hogy van-e pumpájuk. Ha ugye pumpánk van, tudunk, de hogy tudnak is pumpálni? Tudunk pumpálni, ha nem esik az eső. Hát mi az a függés? Figyelj, agyalunk a gabessza, megyünk arra, rettegünk, hogy mert lehet, hogyha esik az eső, akkor zárlatos, vagy valami elektromos dolog, vagy nem tudom, vagy belemegy a kompresszorba, és akkor nem tudnak fújni. Odaérünk, tudod, reszketünk, hogy nem fognak majd pumpálni, mert szóval kijön, mondom, mi volt ez az eső dolog, mondom, hogy miért nem pumpálnak, ha esik az eső? Ha megázunk. És igaza van. Kiderült, hogy rájuk szólt a főnök, hogy ne pumpáljanak esőben, mert megázik a munkaruha. Tehát, hogyha most ott elkezd esni, ott is rohadunk meg. Finom? Tehát a munkakerülés neked is egy ilyen finom. Ha belepumpáltatok? Vagy végül ők pumpáltak? Hát belepumpáltunk, bár mondta a hölgy, hogy azért most már csepeg. Majd lesz a munkaruhával. Azért most már... De fura, hogy ott is dolgozik a tévészerelő. Mindenki finoman akcentusos, de tényleg egyébként azt gondolom, hogy nem a döbbenetes munkavágy hagyja ezeket az embereket, úgyhogy tudnak benneteket támogatni, de nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Jani, ez a tiéd lesz, hogy számítok rád. Jó? Parancsolj. Mert ha valaki a higiénia doktora, a higiénia a nagy követe, nagy mester az, akkor te vagy. Nem? Lehet mondani. De Balázs, ezt nem mindenki erősíteni meg a családból. Hát, nagyon? Figyelj, nem nyúlsz hogy hozzá, nem fogod meg, egyfolytában mosod a kezed napi 6-szor. Nincs benne, ez nem, ez tőlem nem, tart. Ferenc? Ez a veszély nem fejlő. Janié. Azt hiszem, az a kérdés, hogy fürdünk-e mindannyian, azzal tudunk. Nem, nem azt mondtam, hogy koszos vagy. Mindannyian nem, külön-külön szoktam. Miért vagy büdös? Nem. Van egy ilyen kis csomag, most amit szeretnék, mindig általában azt szoktam mondani, hogy megtaláltam, hogy miből fog nagyon meggazdagodni. Aha. Most nem fogunk meggazdagodni, most jobbá tesszük a világot. Jó? Szabad? Jöhet. És rengeteg olyan dolog van, amit kézzel csinálunk, de ökörség, hogy kézzel csináljuk, mert lábbal jobb volna. Így van. Mondok néhány... Ráthatóst forgatni például. Így van. Például a palacsintasütés, a fésülködés. Nem. Tehát például pár dolgot, amit kigyűjtöttem nektek. Vannak például a benzinkutakon, mert nem tudom, talán itt is, azok a nehéz fedelű ilyen fémkukák, amik főleg a benzinkuton vannak, meg itt-ott-amott, rendes ilyen nagy kuka, és fém ilyen kis belökője van a tetején. Uh-huh. És azon keresztül dobod be a cuccot. Például. Tehát azon miért nem tud lenni egy nyomormányos pedál, hogy a mocskos izét ne kelljen a kezeddel így betolnod, és úgy beledobnod a szemetet, hogy utána rögtön mész kezet mosni, mert tiszta mocsok az egész. Tehát, hogy az például arról miért tűnt el a pedál? Nem is volt rajta. És hova vitték? Kizárólag, mert azt nem tudom, hogy hol lett a pedál. Mondta a tévészerep. Aki pumpál, akinél a pumpál. És benzinkúton dolgozik. Az kizárólag. De nem figyeltél fölre, Jan, hogy például eltűntek ezek a lábbal kinyitható pedál, vagy a lábbal kinyitható kukák, és kézzel kell a mocskos kukatetőt neked szépen benyomni, és úgy beledobnod a izét. Nekem ugyan nem, van gyerek. Ő tolod előre, hát, hallod, ilyen virág dob már ki. De nem? Nem tűnt föl? Hát de feltűnt, de hát hogy nehéz, azt nem mondanám. Nem a nehéz. De miért kell neked kéz? Te szemét. Nem olyan nehéz az egyébként, szerintem az a fedél. Meg lehet azt oldani. Na az a baj, te azért... nem higiénikus hozzányúl. Tehát tényleg jobb lenne lábbal. Igaz, hát tolod be lábbal, fölemeled a lábad 40 centi, betolod a izébe, a résbe, azzal elnyomod a kis záróját, bedobod a izét, kihúzod a lábad. Nem, és az a mi van egyébként, ami ráadásul te tényleg belöketnéd lábbal, mit gondolsz, nekem mélyen érzés, azt mondja, ezt fejjel. Ne ezt akartam mondani, hogy te meg mint egy ilyen hárompontos kosárra dobod. Hallod, meg felugrok, ez belököm. Ez egy. Mondom a másikat, ami ugyanez a lábbal, hogy miért nem lehet lábbal. Hogy mondjuk egy nyilvános WC-be. Figyelj, azért nem fogod meg a WC ülőkét, azért van körbeizélve, mert ki az, aki megfogja, anélkül, hogy ebolát kapna a WC ülőkétől. Ez egy nagyon jó hasonlat, így van. Most komolyan. De ez abszolút jó mondani, mert a gyereket beviszem pisilni WC-be, vagyunk valahol, következő történik.
fogom az új ingújamat, lenyomom a kilincset, mert tényleg, tehát a vét, ott rosszul vagyok. Gondolod, de mi van egy ilyen ajtó reteszem? Mi van a lehúzon? Fogom a gyereket a két kezem között, ugye nem piszol rendes, lábbal felrúgom, felrúgom a gyerek. Már megtanultam, már nagyon rövök mindig, fölemelem lábbal a WC-deszkát, mondom, Beni, semmihez nem nyúlsz, semmihez, belepisíl gyorsan, lábbal kinyitom az ajtót, és kijövök. Tehát a gyerek az így nézett egy ideig, most már imádja, mindig megyünk, nem nyúlok hozzá. Gondold, de mi van azon a deszkán, amit te mondjuk ugye jól nevelt, vagy felhajtasz egy nyilvános WC-t, mert nem akarod ugye, hát, körbe pisilni, mert úgy szoktad, meg úgy tanították. Hogy azt miért nem lehet egy pedállal tényleg fölhajtani? Nyomsz egy pedált, fölpattan, és akkor nem fogja, nem fogja 200 ember azért körbe pisilni, mert nincs kedve hozzányúlni, mert tényleg, mert te is úgy vagy, hogy... Figyelj, az csak lábbal. Az csak lábbal. Hozzányúlok, hogyha van kitéve tetanusz, és akkor beadom magamnak, izében, nem tudom. Én a lehúzót se fogok meg mindig. Azt a lehúzót is mindig a láncnál. Tehát a láncnál szájjön. Fogom meg, aha, mert ugye a gondolod, hogy a kezével nyúl csak a lehúzóra. Képzeld, mi van a lehúzón. Mindenki így gondolkodik. Senki más nem fogja meg, mindig azt mondja, na én csak a láncnál fogom meg, mert érted, mi lehet ott, amikor megfogják. Nem a gombot WC papírral, mert azt is gondold el, hogy mi van ott. Ugye nem most kezed, hát először nyúl a gombhoz, a lehúzóhoz is fogom a láncot, és a legtetején, ahol gyanítom, hogy nem nyúlnak hozzá, ott húzom meg. Ott a legnehezebb egyébként, mert ugye nincs erőkar. Nem fogom. De hogyha a kezedre annyira finnyes, akkor miért nem, az direkt van ez a kis vége, az a kis időt, ott ráharap szája, ham. Aha. Jó. Ne, akkor inkább ott hagyom, le se húzom. Nem, ott azért és vannak csodó dolgok. És a kijárati ajtónál, ami ugye befelé nyílik általában, ott megvárod, amíg valaki jön, és gyorsan beugrasz a részbe. Betámasztom egyébként. Ez a, tudod, így hátrakod a kezdet, de nem, a másik, és ez a dolognak a happy endje, tényleg kifele menet. Tehát, hogy nagy nehezen te vagy az, aki kezet mostál. Te vagy az, aki megszállítottad a kezedet. Tehát te úgy akartál kimenni, hogy tényleg befelé is kezet mostál, kifelé is kezet mostál. Mi az utolsó dolog, amit meg kell fogni abban rohadmányos vécében? A kilincs. És ott karatézol ott a izénél, érted? Tehát, hogy arra is nem lehet, nem azt mondom, hogy fejlesztjük ki a lábkilincset, érted? De akár azt is, hogy legyen egy ilyen pattantó, vagy nem tudom, hogy sok kilököd valahogy. Pattantó. De amikor meg kell fogni egy ilyen izét, figyelj, tehát vagy kivárod, amíg valaki kinyitja, vagy rugdosod, érted? Hát, vagy ez a Western ajtó. Az miért nem lehet? Ne jó. Kitolatsz, két lengőajtó között kimész. Igen. És te azt mondod, hogy gyorsan is, de izibe a csehóba. Legtöbbször egyébként a helyeken a mozgássérült WC-t használom. Komolyan? Hát a legtisztább. Tehát, hogy oda nincs kír, hogy mozgássérült nem mehetsz be. Ha jön valaki, aki rászorul, nyilván kihozik, de a gyereket olyan. A legtöbbször oda viszem. Nagyon tiszta, higiénikus, kevese használják. Az még valahogy egy szent terület, azt, hogy nem merik használni. Nem. Az emberek azt gondolják, ide csak... használja. Gondolom én, hogy senki nem használja. Ott még nagy rumlit soha nem találtam. Tehát általában mindig rend van. Gyerekkel például a legtöbbször oda megyek. A kegyelemdöfés tényleg kifele még a kilincs. Tehát ami nagyjából, hogy túlélted, akkor fogd meg a kilincset, ami 800 millióan fogták meg, ott nem is akarod tudni. Tehát arról kitenyésztenének, arról kijön egy ilyen valami új ebola törzs arról a kilincsről szerintem, amin kimegyünk. Mindegy, én azt gondolom, hogy fedezzük fel újra a lábunkat, tegyük jobbá a világot, és könyörgöm, csak az évszázad fejlesztés. A lábbal felnyitható ez egy nyilvános WC-deszka. A lábbal felnyitható minden. A lábbal gépelhető írógép. Balázs, te tudod, mennyire akarod jobbá tenni a világot? Így van. Ez legyen gondolj a gyerekre. Vidd a ez miután... Hogy ott szemetsétlenkedsz a lábaddal a WC-kagyolán. Na gondolj meg, hanyas! Legyen! Kettes szintű csörgökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Gyerekek, szerintem ez a reális. Egyesre túl jó, hármasra viszont azért ez nem annyira jó. Ez egy erős, egy kettessel meg vagyunk. Nem tudtam jobb ítéletet hozni, ne haragudjatok. A szíve fogja sírba vinni, te is. És még ez is véleményes, van benne olyan, ami tetszett, a WC jogos volt. A benzinkutas azt hittem azért hülyeség, mert pláne, hogyha te tankolsz, akkor amúgy is kezed kell mosnod. Abszolút, nem, tök éppen, hogy csak megadható, de inkább a 10 utáni telefonok elkerülése véget. Tökre értem, rohadt béna a hajat. Na, most már kimerem mondani, hülyén nézel ki. Jó, egy picit akarok a reklámokkal foglalkozni, ez mindig kerülgettem ezt a témát, de most van egy olyan sztori, aminek kapcsán szerintem kicsit tudunk vele foglalkozni, teljesen általánosságban, úgyhogy ne bántsunk meg semmilyen reklámozót. De ez már a témád, mert hogy 1:30, 2 perccel, és még ha mindig bedobsz egy olyat, ami talán nem a téma, azt hiszem, hogy nincs témád. De van! Szóljátok, hogy unalmas. Van egy megfázásom is. Összecsapott a két anyavállalat, a Sebestyén Company és a Vadon Company. Na. Összecsaptak. Adásban vagyok. Irányítsd át rám, én fölveszem. Várjál, telefonálok én. Bocsánat, igen, itt vagyok, figyelek. Igen. Tehát összecsapott a két Company, a Sebestyén Corporation és a Vadon LTD. Összecsapott a kettőnk telefonos cége,
elkezdett egy kicsikét egymással harcolni, nem tudom, figyelitek-e? Komoly harc van. Látod? Itt komoly harc van. Miért figyelnék oda egy egyoldalú harcra? Van már fotó a telefonotokban? Tudtok már fotózni? Vagy most hol tartotok? Mert mire gondolsz? Nem, mi tudunk úgy már tájékozódni, van egy ilyen, hogy a műholdakkal kommunikál a telefonunk, és megyünk arra, merre mondja, hogy ez majd nálatok is lesz éveken belül. Nem, de hogy elindult egy olyan reklámhadjárat, ahol egymást aljazzák a cégek. Én azt hittem, hogy ilyet nem lehet egyébként. Magyarországon nem lehet. Magyarországon Amerikában nem lehet. Engedi a reklámtörvény. De hogy... Engedte sokáig, most nem tudom, hogy mi van. Tehát hát most is megy ez a reklám, tehát hogy egymást aljazzák, tehát hogy úgy reklámoznak, hogy... Mit csinálnak? Most nem akarom másra mondani. Egymás termékét. Egymás szígyák. Igen, egymás. Körülbelül értettem. Mondom, akkor sokkal jobb a kapcsolat, mint a. és gyakorlatilag úgy reklámozzák a saját terméküket, hogy nagyon-nagyon szövegelnek egymásra. És akkor végig, mondjuk nem tudom, a Janinak a cége, ez nem tudom, ezt lehet mondani ilyenkor, amikor több cégről beszélünk, be lehet mondani, vagy most a Janizak, Balázsozzak. Ettől senki nem fog több telefont venni, nyugodtan elmondhatod. Na mindegy, az androidosok borzasztóan szövegelnek, hogy ez nálunk van, most már nálatok is, na örüljetek, ez nálunk van, ez olyan, mint az almás, csak nálunk jól működik. Ez, figyelj, most láttam pont egy reklámot, a telefonod, a Samsung megcsinált, hogy reptéren várakoznak, ugye? És ülnek az iPhone-osok, és mindenki egy konnektort keres, és dugja be a telefonját. Ti pedig álltok ott szépen, internetesztek, stb. Egy tranzitot mutatnak. Nálunk ugye nincsenek kompatibilitási problémák, mert nagyon sok mások márkával. Aksit cserélsz be, rakom. És maga a reklám arról szól, hogy nekünk milyen rossz almásoknak, mert hogy mindenhol ülünk egy ilyen töltőre rácsatlakoztatva a reptéren, ti pedig vidáman internetesztek, mert hogy 8 óráig jó az aksitok, és ha akartok, aksit cseréltek benne. Olyan szinten osztva vagyunk mi almások egyébként ebben a reklámban. Ez nagyon vágó, most mondj oda valami. Nem láttam még, hogy mit lépett erre az almás cég. Egyelőre visszavonultunk és gondolkodunk. Nagyon jó a kérdés, csak mondom. Legutóbb megkért, hogy nyomtassak neki 3 képet. Átjöttek a képek, a telefonjáról küldt át őket, és olyan fotók voltak, amin a telefonjának ugye a teljes képernyője rajta volt. Aha, mi volt legfölül? 10%. Jó, de valahogy mindig így jár. Az én telefonom, nem tudom, hogy mikor van 10%, nem is láttam még ilyet rajta. Balázs, de nagyon benne legyen egy észérvünk visszavágni. Mi az észérvünk? Hülye vagy. Pepsi Coca-Cola, ugye, hogy a kisrác keresi a terméket egy közérben, és ugye hát rááll egy rekeszre, vagy nem is tudom, hogy volt, ugye? Nem, az volt a lényege, hogy amit ő meg akart venni, volt a magas polcon. Van a magas polcon. Egy csillogó szemmel oda ment a másik termékhez, és elvette azt, és mindenki azt gondolt, hogy megveszi az A terméket. Igen. Letette a földre, fölnépetre, és levette a B. 6 kartonos Pepsire ráállt, és levette a Coca-Colát, vagy pont fordítva, nem tudom. Tehát ez Amerikában megy. Érdekes, nem? Ezeket én bírom. Bírod? Milyen világ lenne, hogyha erre nagyon rá lehetne állni, hogy Magyarországon is mindenki így reklámozna, hogy folyamatosan vagy húzná magát valakihez föl, vagy valakit nagyon nyomna és taposna lefele. Tehát szerintem baromi jó világ lenne. Tehát, hogy, a hazai reklámtörvény úgy nem engedi, hogy nem tüntethetsz fel másik márkát rossz színben úgy, hogy a tiédet jobb színben tüntetett föl, sőt nem mondhatod igaztalanul, hogy te piacvezető vagy, ha nem végeztél kutatásokat erre. Tehát ezt elég szigorúan szabályozzák Magyarországon. Tehát így Magyarországon például rá összetörni egy Citroent és bemutatni egy Peugeot, nem hiszem, hogy... Tehát ez... nem rakhatod ki mondjuk, hogy XY azt, hogy a Danó joghurt sokkal rosszabb, viszont ha megveszi a nem tudom melyiket, a cserpest, akkor az viszont fú, de jó. De ilyet nem csinál. Más joghurtok, más mosóporok, más. Így van, tehát konkrét terméket nem nevezhet. Imádnám ezt a világtól, ki lenne lak, hogy XY kolbász, ez olyan, mint a másik, csak a miénk nem büdös. Egyébként, ha rosszat akar, vegye a Gyulait, ha finoman, vegye a miénket. Nem? Igen, szenzációs. A miénk frankó, de ott van ez a bőrbe húzott szemét. Füstölt mócsing. Ha mérgezni akarja a gyerekét, vegye azt a vízét. Ha jót akar enni, vegye a miénket. Szenzációs. Vásárolja meg ezt a joghurtot, állítanak a hasmenés is, poén. Na, elett mászart, nem? Akkor mondjuk egy példát. Vegye meg azt, ki még olcsóbb is. Igen, a társaság középpontjába akar kerülni, ezt vegye. A hányos, sztorik mindig viccesek. Jó, de milyen lenne például mondjuk a zenész világban egy ilyen? Tehát, hogy én például simán indíthatnék egy olyan kampányt, ami Kassa Tibi olyan, mint a Zséda, csak fiú. Tehát, hogy... Ah, igen.
nekem. Aha. Most abban dicsérsz, vagy nem dicsérsz? Én kapaszkodok most, mert hogy a kis tehát, hogyha látom, hogy mondjuk a zsidának van éppen egy nagy kampánya, akkor én csak arra ráfűznék, tehát én nem mondanám, hogy melyik állomás, milyen élő koncert, hanem olyan, mint a zsida, csak fiú. És akkor pef, meg is van magyarázva, nem? Igen. Vastag csomi. Vagy üzén vastag csomi. Az, na, az kemény beszólás. Vastag csomi, olyan, mint a Csaba, csak kicsiben. Igen. Jó, de hogy ez, azért ebben korlátlan lehetőségek vannak, nem? Ebben az összehasonlítgatós diban, nem? Azt mondjuk olyat, hogy csinálná, hogy a Vastag Csaba nagyon jól énekel, de én még vicces is vagyok. De ezt akartam mondani, Kasszatibi, olyan, mint a Vastag Csaba, csak, nem sem. Csak vicces. Vastag Csabi nagyon népszerű, de nagyon drága. Hívja Kasszatibit, sokkal olcsóbb vagyok. Esküvőre, legénybúcsúra, nagyon szívesen megyek. Nem, árat nem, árat sem hasonlítva. Csak bemondott, hogy sokkal olcsóbb vagyok. Simán. Kasszatibi, olyan, mint Csaba, csak olcsóbb. Ennyi. Tökéletes. Egy Csaba, három Tibi. Igen. Nagyon jó. Hívjon engem, plusz két dal, meg dedikálok. Igen. De egyébként miért veszik ezt a tájszólást föl mindig, hogy... Nem tudom. Hogy miért a tévészerről válaszol, hogy miért a tévészerről. Ez az ember mindent, hogy mindenről. Egyébként picit még tovább görgetve ezt az egész reklámmosdit, hogy nekem egyetlen egy reklám van, amit semmilyen módon valahogy nem tudok megnézni, mert az embert, az a minimális emberség, ami belém szorult, az tényleg nem sok, hogy még úgy az is úgy elfordítja a tekintetemet róla. Egyedül a szendvics ember, amire tapintatból oda sem nézek nekem. Annyira egy modernkori rabszolgatartás, tehát amikor egy ilyen bácsi ott áll, rá van rakva, hogy hamburger, 200 extra sajt, nem tudom mi. Hát, ha a tévészerelőd olvassák, ugye? A hang alapján ugyanaz lehet. Hogy a szendvics emberrel hogy vagytok egyébként, mint még mindig látok baromi sokat, meg annyira ilyen rabszolgatartás nekem. Én nem tűnik turvábbnak, mint szórólapozni például közterületen. Szendvics ember vagy, hát van egy óradíjat, felveszed és megcsinálod. Szórólapozni se sokkal könnyebb mindig, szerintem. Én a szórólapot is mindig elveszem. Tehát én bennem ilyen túlzott ilyen emberség van. Tehát, azért ne túlozzál. Hogy amikor 3D szempillákat akarnak eladni, abból is 5-öt elviszek, hogy hamarabb végezzen a lány. Tehát, hogy ott is így ezeket is sajnálom, annyira méltatlan. Mire használod őket? Mit? A lányokat? A szempillát. Miért nem dobják ki soha a kukába? Mindig látok egy ilyen szórólapost, azon gondolkozom, hogy de édesem, milyen naiv vagy, hogy őt utána leellenőrzik, vagy azért kap jutalékot, ahány ember elment utána a szempillát. Én ilyet csak elmennék, egy Mekibe kajálnék, hogy gyorsan kívánnám a kukába, és megkövenném a kezdet. Nyilván csekkolják őket. Kincs egy ilyen munkaerő. De most honnan tudják, hogy mikor osztogattam el, hogy ott kell állnom egész nap is osztogatni, és kimennek, de utána azt mondom, már elfogyott, sokan vettek a kezemből. Hát most nézd meg az összes kukát. Tehát ez hogy működik? Valahogy nyilván csekkolják őket. Igen? Tehát ilyen persze. Nincs, hogy fogod, és akkor az egészet kidobod úgy, ahogy van. Mert... Aha. Nem, hát valahogy nyilván érdeke van az embernek osztogatni, persze. Egyébként mindenki. És az a reklám, hogy nekem egyetlen egy reklám van, amit nem is annyira én utálok, hanem inkább azt gondolom, hogy a barátnőm, akinek, tehát aki emiatt a reklám csomag miatt mentem el elköttetni magamat, az megvan ez a borzasztóan idegesítő reklám kategória, ami állítom, hogy én emiatt nem veszem a terméket. Én volt már, hogy vizet azért nem vettem, mert idegesítő volt a reklámja, nem tudom. Tehát ez a apu buksi kiszökött, figyelj, ez nekem az, ami konkrétan elmentem és eltöttettem magamat. Tehát, hogy kutyám az még lehet, de gyerekem biztos, hogy nem. Akkor valamit félreértettél a reklámmal. Ez a világnak. Igen. Lezárjuk itt ezt a sor. Apu buksi kiszökött. Kiszökött? De nézd meg ott is, hogy van felépítve. Szomorú hír, betegség, vihar, jó kedv. Tehát, hogy az úgy hat az elmédre egyébként, hogy utána elhiszed, hogy nyilván működik. Tehát ez, ha megnézed az összes gyógyszerreklámot, fájdalom, kezelés, vidámság. Sötét szín, világos szín, gyönyörűen vannak ezek felépítve egyébként. De jól értem, hogy akkor te is úgy mondod, hogy omlósz? Omlósz. Te is úgy mondod, omlósz. Én úgy mondom, omlósz? Omlósz, igaz, mi ez az omlósz? Ez a hús teszi a gyerek, és akkor, hogy finom omlósz. Igen, omlósz. Nem, omlósz. Én úgy mondom, omlósz. Igen, omlósz. Ez nekem nincs meg. Nincs. Én úgy mondom, omlósz. Na mindegy, régen azt gondolom, hogy te sokkal kedvesebb, naivabb reklám volt. Sajnos nem ez van. Most van egy prostata gyógyszer. Aha, ahol elmondja, hogy az egyik olcsóbb, de másként szerintem az lehet, hogy ugyanaz a gyártó piacra dobta a saját konkurenciáját, és azt tudja mondani, hogy itt van a két termék, de ez ugyanaz kapod, de még olcsóbban, tehát ott valószínű ugyanaz a spanyol, vagy nem tudom miért német cég van áttérben. Tehát, hogy az ilyen egyszerű, külön van pozícionálva két gyógyszer, kihozta az olcsóbbat, és te rohansz, mert és ha megnézed, ugyanaz a gyártó, vagy ugyanaz a cég, és megcsinálta saját maga a konkurenciáját. Tehát így nem tudsz összehasonlítani reklámban, ha csak nem ugyanaz a gyártó vagy. Ez igazi szakértője a témának. Én mind a kettőt szedem napon. Érted? Egyik reggel, másik este. Melyik Feri, az olcsóbb? De ez nem és tabletta, Feri. Ez végbélkúp. Ezért nem és olyan vagy, mint egy tűzcsap, vagy mint egy vízköpő fiú, hihetetlen durva. Mert a Fradi stadion tetejéig visszapál. Egy betonfalat áttolsz? A Fradi tetejéig. Nagyon helyes. A Solet konzerveket szokott lesodorni a sugárra.
A Vidán Parkban nem kell lőni azzal a kis izébe tűzoltó fecskendővel. Igen, azonnal odaadják a plüss állatot. Csak megyek egy. Ferenc maga, igen, vigye a plüssünket. Még egy medve, a rohadt éve. Én azt gondolom, hogy ezek az összehasonlítós reklámok az abszolút jövőképet mutatja számunkra, és egy utolsó reklám szlogennel zárjam le. Morning Show, olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.